Üdvözlendő paptestvérek, kedves kispaptestvérek! Amikor a vicerektor úr felkért, hogy először írjak az első könyvéhez, rögtön arra gondoltam, hogy hát ez nagyon jól talál, már időben is, hiszen adventben vagyunk. Ugyanakkor az, hogy mi adventi lelkek vagyunk. Persze minden könyvnek a célja az, hogy a fogalmakat tisztázza. Ez még a Szent Benedek testvére, Szent Skolasztika, de itt most a skolasztika filozófia módszerére hivatkozom. Mikor valamit mondunk, a mondat részeit, a terminusokat tisztázni kell, csak utána lehet róla beszélni. Éppen azért a könyvben is tisztázzák az adventnek a történetét. Nagyon szép az, hogy a vicerektor úr munkásokat, munkatársokat kapott, akik a négy adventi vasárnap elmérkedéseit is megírták, és még több munkatársak, tehát igazi szerkesztés, de hogyha nem kilóra mérik, hanem oldalra a könyvet, azt jelenti, hogy hát majdnem több, mint a felét ő nem csak nem szerkesztette, hanem ő a szerző, ő írta. Amikor adventi lelkekről beszélünk, akkor mindig a kettős adventre gondolunk, és ilyen szempontból elmondhatjuk azt, hogy ha megfigyeltétek, a Krisztus király vasárnap, amely lezárta a liturgikus évet, ugyanazzal kezdődött az advent első vasárnapja, mert a liturgikus év végigveszi a teremtéstől a beteljesülésig az üdvtörténetet, és a fénypontja természetesen a húsvét, a megváltás misztériuma, de azt jelenti, hogy továbbra is érvényes az Úr Jézus figyelmeztetése, hogy ő már eljött, ez az első eljövetele, de majd még egyszer visszajön, ez a parúzia, és akkor eleveneket és holtokat megítél. Ez lesz az eszkatológikus sorozat, a halál, ítélet, mennyország, pokol, tisztító hely, ugye az ideiglenes megszűnik. Ugyanakkor arra is gondoljunk, hogy akkor az advent beteljesül karácsonykor, mert eljött a megváltó. Húsvétkor a megváltás művét végbeviszi, de hátra van még a beteljesülés, ezért továbbra is adventi lelkek maradunk. Nagyon tetszik nekem, ha idézem is az előszóba a Maimonides, becsületes nevei Moksitán Maimon, aki udvari orvos volt a kairói Kalita udvarában, és 7 éven át például muzulmán volt, hogy ki ne nyírják, mert az inkvizíció elől átmenekült Spanyolországba, Marokkóba, de ott olyan szigorú volt az iszlám, hogy azt mondták, hogy ha kedves Musa, mert arabul a Mózes Musa, Musa Dag, a Mózes hegye, az örmény irodalomból, Franz Werfel regénye. Hát akkor azt mondták, hogy ha nem tér át, akkor lenyakazzák. Az átérés a muzulmánoknál nagyon egyszerű, fejébe kellett tenni a turbánt, és azt mondani, hogy La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Nincsen Allahon kívül más Isten, és Mohamed Allahnak a küldöttje, nem profétának a küldöttje. És azt mondta Mózes, amikor 7 év után sikerült megszöknie Marokkóból is, és átment a Fatimida kalifákhoz, akik már toleránsabbak voltak, udvari orvos lett, és a kairói titkőrség megválasztotta rabbinak, de az akkori kairói szekusok kinyomozták, hogy hát ez mesümed volt, hittagadó volt 7 éven át. Muzulmán volt. Nem lehet rabbi. És akkor könyvet írt erről, hogy tulajdonképpen nem történt kafarvai kár, dogmát nem tagad az, aki muzulmánál lesz zsidó. Mert az egy istenséget vallja továbbra is, és az, hogy Mohamed Isten küldöttje vagy nem, hát az már mellékes. Minden esetre akkor szerkesztette meg a 13 hitágazatból álló, a mi hiszekedjünket utánzó zsidó imádságot, egy hitvallást, ami így kezdődik minden strófájon, animá minden naslimá. Hiszen erős hittel vagy. És ez a 13 hitágazat, én órára mindig bevittem és felolvastam, és azt kérdeztem a kisfalvokat, hogy most szóljatok hozzá, hogy ezt a katolikus keresztény ember elfogadhatja. Csak két igazság van, amit nem lehet elfogadni katolikusnak. De ott van az a gyönyörű, a 11. fohásza,
ani már nem unásli már a kiabók a masíja, vagy mit vak miatt, ami a kedó. Hiszen erős hittel, hogy eljön a mesiás, és ha késlekedik is, én kitartóan várok rá. Na ez az adventi lélek, a zsidók ma is várják a mesiás, és ők is adventi lelkek, csak hogy ők a második eljövetelt várják, illetve az elsőt, mi pedig a második. Azt mondta helyettes elnök úr, hogy hát beszéljek az adventi élményeimről is. A gyermekkorban hozzátartozott az, hogy a 10 évet minisztráltam, míg kénytelen voltam az érettség előtt másfél évig filiába járni, mert ki akartak csak a román-magyar-ukrán liceumban érettségi és a magyar részlegen természetesen. És a 10 éven át minisztráltam, és az természetes volt, hogy jártam a rólát. Viszont nálunk nem volt az a szokás a Tiszapartján, a szőke Tiszapartján, mint a Székelyföldön, hogy csengessenek, de a Róráté az mindenütnek volt. Itt a teológián pedig a klasszikus Róráté, ami akkor korábban volt, ugye nem a normális időben, és a Róráté éneklés éppen úgy megvolt, és az mind nagyon szép volt, és a betetőzés az volt, amikor a karácsony este átjött Márton püspök úr, amikor már a kényszerlakhelyből felszabadult, 67 karácsonyán vett részt először 10 év után a kispapi karácsonyon, és akkor az ő jelenlétére a karácsonyfa alatt a főmagiszter prédikált, persze minden rizeget rajta az izgalomtól, Márton püspök előtt prédikálni, ez nem volt olyan hétköznapi esetén, de túlélte minden főmagiszter, aki ezt elérte. A másik könyvhöz én nem szólok hozzá, mert azt csak itt ismertem meg, a teológián. Gyermekkoromban nem volt szokásban a hívekkel, hát a vasárnap délután 3-kor volt becserni, esként is nem volt a zsinati előtti években, és én az 50-es években gyerekeskedtem. Viszont itt a teológián, az uzuálisból mindig végig énekeltük az óantifónákat. Köszönöm, hogy nem tudtam, hogy a visszafelé olvasva milyen szép latin mondatot tesz ki, hogy Ero Kras, vagyis leszek még holnap. Különben ez nagy jó értelemben magyarázza a szerző Diósi atya ott a könyvébe ezt a latin mnemotechnikai, magyarul emléző szót, amikor a kezdőbetűkből új szót alkotunk, hogy tudjuk emlékezetbe tartani a sorrendet. Így vagyok én például a fizetési bankszámlának a négyegyű száma, az kiolvasva a betűszámok szerint egy szó, és akkor azon kívülről tudom. Vagy például azt is, hogy a 17-es kódexnek az APIP jelzés, tehát 2414 kánonja van, még a 83-asnak az Izrael első négy betűje, vagyis 1752 kánonból áll. De mindegyiknek az utolsó kánonja ez, hogy az egyházban Salus Animarum Suprema Lex Esto. Az egyházban a lelkek üdvösség a legfelsőbb törvény. Hát én ezt kívánom, hogy mind a két könyv a lelkek üdvösségét szolgálja. Forgassátok, olvassátok, és egy kicsit érdekből is, mert azt jelenti, hogy a liturgikában és még az egyházi zenében is segít a könyv a vizsgára felkészülését. Áldott jövőt kívánok mind a két könyvnek, és olvasóinak! Köszönöm szépen!